Kíváncsi vagyok, hogy az indításnál feltűnik-e nektek valami érdekes. Nem káprázik a szemetek, tényleg nem Windows indulást láthattunk az imént, hanem a Garuda Linux Dragonized változatát. De jogos a kérdés, miért pont Linux, és azon belül miért pont a Garuda Arc Linux distro van a gépen? Erre szerintem meglehetősen egyszerű a válasz, a Garuda csapata egy gyönyörűen dizájnolt, animált és felhasználó barát verzióval állt elő. Bár furcsa együtt használni az Arc Linux verziót a mindennapi felhasználóknak is könnyen kezelhető rendszerrel, a csapat valahogy mégis összehozta. Véleményem szerint legalább egy virtuális gépre telepítve, érdemes lenne mindenkinek kipróbálni ezt a verziót, aki unja a Windows használatát, de eddig nem mert lépni annak érdekében, hogy leváltsa valami másra. Az előző videómat részben ezen a rendszeren vágtam meg, hát nem is lett valami profi, illetve a profilképét is teljes mértékben ezen szerkesztettem. Szerintem az előző videó eléggé kis alap lett, de majd csak beleszokok. A főgépemen persze Windows használok. Mint látjátok, gyönyörűek az animációk, szépek a színek, a fájlkezelő is tökéletesen átlátható, és ami a legfeltűnőbb, hogy borzasztóan stabil rendszerről beszélünk, ahol nem látsz se fagyást, se lassulást. Természetesen, ha nektek ez a Dragonized verzió pont nem tetszik, amit én használok, akkor ha a honlapra felmentek és elkezdtek legörgetni, láthatjátok, hogy rengeteg, ismétlem, rengeteg fajta választási lehetőség adott, hogy mindenki megtalálja a számára a legmegfelelőbb user interface-t a Linux kínálatában. Van, ami Windowsra hasonlít, van, ami a hagyományos Ubuntu-t vagy Linux mintet követi, de van OS X-hez hasonló is. Szóval biztos mindenki talál magának egy opciót. A telepítő pendrive készítése pofon egyszerű, a számunkra legszimpatikusabb verziót letöltjük, majd pedig a Rufus programmal kiválasztjuk a legalább 8 GB-os pendrive-unkat és a letöltött képfájlt. Ezután elindítjuk, és kész vagyunk. Amennyiben érdekelne bővebb információ a Garuda csapat által készített Linux telepítésének és beállításának menetéről, iratkozz fel, mert a jövőben, majd a jövőben valamikor lesz róla nem csak beállítós videó, de le is teszteljük, hogy a játéktéren a Windows vagy az újfajta Wine DXVK teljesít jobban. Én baromi kíváncsi vagyok. Na de, elég az operációs rendszerből, kezdjünk bele a hordozható laptop setup bemutatásába. Igen, jól látjátok, a borítóképen látható teljes setup ebben a hátizsákban van, ami igazából egy Genesis Pallad 550. Mondjuk én erre a hátizsákra inkább mondanám azt, hogy túrázásra tervezték nem feltétlenül játékosoknak, hiszen olyan bitang módon tele van szorító csatokkal, meg zsebekkel, hogy kettő setupot is majdnem bele tudnék tenni. A külsején 7 tároló zsebet találunk, amelyik egyikébe az egeret tettem. Az egér a régebben már bemutatott Krypton 700-as, ami 1700-es frekvenciával és 400-tól 12000-ig változtatható DPI-jal van felszerelve, amit úgysem fogunk kihasználni, de jól hangzik. Ezen kívül ugye kedvünkre változtathatjuk az egér szoftverében a színeket, illetve a DPI módokat is. A táskát megfordítva van felül még egy zseb, aminek van egy kábel elvezetője, avagy a belsejében elhelyezett powerbank kábelét, ki tudjuk vezetni ebbe a zsebbe, és itt tudjuk tölteni a telefonunkat, vagy akár ki tudjuk vezetni a kezünkig is. Alul találunk ezen az oldalon is plusz egy tároló zsebet, mint a másikon, de közel sem tudtam telepakolni mindent, szóval ez is üres jelenleg. Az elején lévő zsebeket nem fogom most nyitogatni, ezek is konganak az ürességtől, persze ha nem csak a laptop kiegészítőit raktam volna bele, hanem a telefonos dolgokat vagy a tabletet, akkor biztos nem ez lenne a helyzet, de annyira még nem laktam be ezt a táskát. Felnyitva a táska belsejének első részét megtaláljuk a felülre csatolt fejesemet, ami egy régebben bemutatott Transmart Q10, akit érdekel, az meg tudja nézni majd a tesztjét a leírásban. A bemutató óta folyamatosan ezt használom, hiszen 100 órát is bír, egy teljes feltöltéssel, nem nyomja a fülem, és van benne zajszűrés, szóval az aluljáróban nem hallom, amikor a 10. barátom kérne tőlem egy 100 cigit metróra. Megtalálhatjuk még emellett az egérpadomat, ami egy ütött, kopott, 2 vagy 3 éve vásárolt, már nem emlékszem, eléggé sokat megért Redragon. Szegény szerintem párszor leettem, meg leöntöttem az évek során, de állja a sarat azóta is, és legalább nem az asztalomat sikálom ki az egeremmel. Van alul további 2 zseb, egyik az egérnek, a másik pedig a powerbanknak. Kinyitva a hátsó részét találjuk meg a good stuff-ot,
aminek az egyik része egy meglehetősen egyszerű White Shark 60%-os billentyűzet, avagy a White Shark Shinobi, ami amúgy megnyerhető, ha meglesed a leírást. Egyetlen hátránya, hogy amikor ez a kis Blue Switch-es billentyűzet hozzám érkezett, még nem volt elérhető magyar kiosztás. Szóval maradt az angol. Ezen kívül van egy olcsó kis laptop hűtő is, ami szintén egy White Shark. Ez kettő nagy és kettő kicsi kéken világító ventilátorra van felszerelve, illetve kiválaszthatjuk, hogy melyik dőlésszög számunkra a legkényelmesebb használat közben. Megjegyzem a laptop használóknak, hogy baromira nem tesz jót a nyakadnak, ha lefelé nézel, szóval hogyha van állítható laptop hűtőd, akkor állítsd a legmagasabbra, hogy egyáltalán megközelítse a kijelződ a szemmagasságodat. És legvégül elértünk a laptophoz, ami bár nem egy mai darab, mégis teszi a dolgát, főleg ezen az új rendszeren. A neve pedig Asus X550J. Van benne 120 GB Kingston SSD, 2x4 GB RAM, i5-4200H proci, integrált videókártyával persze, és egy GTX 950M dedikált 2 GB-ssal, ami között ugye könnyen tudunk váltani a rendszeren belül, aki amúgy szemfüles volt a videó elején, észre is vette ezt az opciót. Na szereljük össze a setupot, kezdve a hűtővel, ami hatalmas segítség volt játék közben, mivel az eddig forró laptopot langyossá tette terhelés közben is. Igaz, a laptopok jobban bírják a melegedést, viszont a melegedésből adódóan FPS droppokat, illetve stuttert vagy képszakadást tapasztalhatunk, hiszen minél forróbb a rendszer, annál jobban leszabályozza magát, és csökkenti a teljesítményét a túlmelegedés megakadályozásának érdekében. Na jöjjön egy kis játékteszt, a képen látható, hogy szép FPS értékeket préselt ki magából a kicsike. Természetesen alacsony grafikai beállítások mellett. Na nézzük, láttok-e bárhol FPS drop vagy lag spike-ot játék közben. Bocsi a kamerás felvételért, de Linuxon nem működik a Shadowplay, lerontani más programmal meg nem szerettem volna a játék teljesítményét. Mint látjátok, nagyon profin működött minden, a játék is tökéletesen futott, nem is melegedett a laptop, én nem érzékeltem FPS droppokat, szerintem kiválóan tette a dolgát. Ez lett volna a mai videó, ha érdekelnek hasonlóak a leírásban lévő lejátszási listákat, lesd meg, dobj egy lájkot, és hogyha még nem tetted meg, iratkozz fel. Devon voltam, sziasztok!